a tél a disznóvágás ideje. Nincs ez másként a bukovinai székelyek szekszárdi egyesületénél sem. A székely hagyomány nem csak a mézes pálinkáról, hanem az egész évre alapélelmiszerként szolgáló sertés feldolgozásáról is szól. 9 éve már disznót vágunk minden évben, hagyományok szerint összejön a csapat, úgy veszük a disznót, vagy kapjuk ajándékba, de minden támogatóink vannak, és csinálunk kolbász, hurkát, galuskát, mert az a mi szóregunk, a galuska. Mit beszélsz? Nemzetének a galuska. Most pecsenye van, vércsütöttek, pecsenye van, vacsorán jön a galuska, húsleves, sült kolbász, sült oldalas, meg amit így hurka is lesz, meg minden. Ez a mi hagyományunk, és így ezzel élünk minden évben. Süteményeket azt még hozzáteszem, hogy legyen élményünk. Na, sok sütemény lesz, meg olyan, mint egy lakodalom. Egy nagy család összejön, drága, és elfogyasszuk, amit tudunk. És ebből még háromszor eszünk. Ez is azok közé az ételek közé tartozik, amiből nem lehet eleget készíteni. Általában a legnagyobb lábos tölti meg, amikor elkészül, az utolsó gombócokért azonban mégis megy a közelharc. Általában a galuskáról beszélek, és azt mondja a lányom, hogy nem, mert ez töltött káposztán, mondom, székelyesen galuska. Hát ugyanúgy a darált húsból fűszerezzük, rizs van hozzá, van egy recept, hogy mennyi húshoz, mennyi fűszer, meg egyebek kellenek, és akkor ezt így káposztába beleforgatjuk, és most már ott van tele a fazék, meg lehet nézni, hogy 240 galuskát készítettünk ma estére. Ezért is fontos, hogy tovább éltessék a disznóvágás hagyományát. A helyi székelyházban jó hangulatban készültek a finomabbnál finomabb ételek. A pecsenye, a nyakapecsenye sült meg eddig, a máj éppen most sül. Jó kis fokhagymát teszünk mindenre, és úgy ízletesebb. Talán most más nem is sül itt a konyhában. Készítjük elő a levest, a vacsorára a húslevest, már a zöldségek készen vannak, húsos csontok kerülnek már bele a vízbe. Hány órakor kellett felkelniük, hogy ilyen finomságok már az asztalra kerüljenek? Hát nem olyan korán kezdtük, ugye meg kellett várni, míg a disznóból lesz valami hús is, tehát egy 9 óra fele tettük oda ezeket a dolgokat, addigra szedték szét a disznót. A lányok készítik a mai vacsorához, meg hát már készen van a májat sütöttek, pecsenyét sütöttek, hogy az előbb a kollega is elmondta, úgyhogy nagyon sok finomságot fogunk elfogyasztani a mai nappal. Az estére már hozzák a süteményt is az asszonyok, meg a borászok a bort, meg hát pálinka az nélkülözhetetlen. Azon már itt a nagy része, akik már disznót vágnak, azok már túl vannak rajta. Az estét vigalommal, hurkatáncolással zárta a közel 80 fős vendégsereg, ahol a hurkatáncolás is székely hagyomány. A lényege, hogy régen a faluban, ha tudták, hogy disznót vágnak valahol, a szomszédok is bekopogtak és vidáman énekelve kosárral a karjukon táncoltak, és kértek hurkát, kolbászt a háziaktól. Miután megkapták, távoztak. A jó disznótor, a mulatozás régen akár egészen hajnalig is eltartott. Nem alakult ez másképp Szekszárdon sem.